Itt kezdtem el Győrbe kézilabdázni. Hát apukám elvitt egy edzésre, és nagyon megtetszett, így ott ragadtam. Amatőr szinten még általános iskolába röplabda, meg foci, de igazából a kézilabda tetszett meg. Kokas Viktória Győrben kezdte pályafutását, az előző szezonban pedig Kiskunhalason szerepelt. Róth Kálmán hívta vissza úgy Győrbe, hogy jövőre az első osztályban szereplő veszprémi csapatban juthasson játék lehetőséghez. Van példaképem, igen, a Luc Abalo jobb szélső, és a Spanyolországban játszik francia válogatott. Eddig legnagyobb sikerednek mit tartasz? Igazából válogatottságok, a serdülő és ifi válogatottság, azt nagy sikernek tartom, mert nem könnyű bekerülni. És azt, hogy most visszajöttem Győrbe kézilabdázni. Na, akkor erről mesélj egy kicsit, merre voltál ezelőtt? Kiskolasa játszottam 2,5 évet. Amikor Győrbe lejárt a szerződésem, utána Róth Kálmán által kerültem Kiskolasra, ott voltam 2,5 évet, egy NB1-es szezont és egy NB1-B-s szezont. Utána megnyertük az NB1-B-t, és egy fél szezont most az NB1-ben még ott játszottam. És milyen érzés most visszajönni Győrbe? Hát nagyon jó érzés volt azért Győrbe, mindig jó érzés visszajönni. Jövőre ugye Veszprém, milyen várakozásokkal vágsz neki az elkövetkezendő 1-2-3 évnek? Hát nagyon remélem, hogy a középmezőnyben ott tudunk lenni. Ez a fiatalos lendület, ami bennünk van, ez biztos, hogy a nagyobb csapatokat is meg fogja lepni majd. Mit gondolsz, elnézve az NB1-es mezőnyt, mire lehet elég ez a csapat? Hát szerintem egy 5.-6. helyre elég lehet, hogyha úgy jön ki a lépés. Mi az, amit a saját játékodban az erősségednek tartasz, illetve mi az, amit még javítani szeretnél a későbbiekben? Hát szerintem a védekezésem az erősségem, amin javítani szeretnék, az pedig az, hogy nagyobb százalékban lőjem be a helyzeteimet.